Tehát nagyon lelkesek vagyunk igazából, mert ugye új év van, persze, 2023, és látjuk igazából, hogy a magyarok is itt vannak, Tünde is készen áll, látom, és idén biztos veszíteni fog egy párszor sakkban ellenem. Tehát tényleg sok fantasztikus dolgot tervezünk idénre. Nagyon sok munkánk van az irodában, készítünk egy rövid dokumentációt is. És igazából új év, új énünk, és ugye nagyon sok új információnk van az ISNS-szel, ugye együtt dolgozunk, az esettanulmányok, white paperek, és ugye meg lesz a szakácskönyv is, amit aztán holnap rendelünk meg, ha igaz, ugye? Igen, de ez egy más fajta szakácskönyv. Ez diagnózisokon alapszik, és hogy milyen dolgokat ajánlunk, hogy miket kellene enni, milyen vannak ugye rút összetevők is köztek, és ez azt jelenti, hogyha ezeket fogyasztod, akkor segít abban egészséges legyen. Igen, ezt nem állíthatjuk, de nyilvánvaló, ha valakinek különböző betegségei voltak, borreliózis, vagy rák, ezeket lehet ajánlani. Tehát a akkor persze, hogyha ezekkel a dolgokról beszélünk, akkor mindig jó, hogyha valaki az beszél arról, aki kiismeri magát, persze. Tehát, még egyszer. Ez ugye 2023, és tehát az információk, azok információkat, melyeket továbbadunk, azt már 2023-ban állítottuk össze, de ugye ezek az információk nem orvosi tanácsként szolgálnak. Ezeket az információkat nem szabad diagnózisokra vagy betegségek feltérképezésre használni, hanem mindig vegye fel a kapcsolatot orvosával, vagy kezelőorvosával, hogyha kezelésre van szüksége. Persze, igen, igazából mindig orvossal kell beszélni a kezelések miatt, és ezeket az információkat nem lehet marketing célokra felhasználni. De mielőtt belekezdünk, boldog új évet mindenkinek! Ó, új év, új én, új Root, jó, persze, mehet. Tehát, Jayla, köszönjük szépen a prezentációt először is. Tehát igazából az újévi fogadalmakról kellene beszélnünk először. Milyen fogadalmaid vannak neked az egészségügyi szempontból? Hát, egy kicsit le kellene fogynom szerintem. Azért, hogy még fittebb legyek. Hát, hogyha megtekintem magamat a tükörbe, akkor talán egy kicsit, még kicsit attraktívabb legyek. Tehát én nem szeretném, hogy túl sovány legyél, de nem, hát persze egy kicsit többet edzeni, az azért jó lenne. Tehát voltunk egy partin, és olyan sok sovány embert láttunk, és mondtam Clayton, figyelj, nem akarok ilyen sovány lenni, formában akarok lenni, én és nem is tetszenek nekem nagyon sovány férfiak, szeretem, ha valaki ugye jó formában van, de azért, ja, ne legyen azért olyan sovány. De szerintem te szuperül nézel ki, úgyhogy ugye mivel olyan sokat utazunk, ezért nekünk néha nehezünkre esik rendszeresen edzeni, és most az előző hetekben, ez a napokban azért sokat tudtunk edzeni, síeltünk, és ez a fogadalmunk idénre, hogy többet edzünk. Ugye nem a szénhidrátokat, de a kenyért redukáljuk a legkevesebbre, és ezt márciusig szinte teljesen el fogjuk hagyni.
És hát szóval vannak itt fogadalmaink erre az évre. Az a célunk, hogy olyan egészségesen táplálkozzunk, amennyire csak lehet. Persze nem lehet a szénhidrátokat teljesen kihagyni, elhagyni, de hogyha hamburgert rendelünk, akkor megpróbáljuk igazából kenyér nélkül, és többet szeretnénk edzeni, és ezt az előző napokban igazából már jól elkezdtük. Ugye van egy olyan egyensúlyozó gépen, például ezzel is sokat dolgozok, és ugye síjelés közben elég sokat lefogytunk, hogy nem tudtam olyan jól lenni, amikor ott voltunk, és ezért akkor egy pár kilót le is adtam, mert ugye lesérültem, de ez igazából a célunk erre az évre, hogy fittebbek legyünk, és nem olyan egyszerű, hogyha ugye úton vagyunk, a RUT termékek itt azért segítenek persze. Egy pár nappal ezelőtt mondtam már, hogy természetesen ez befolyásolja az egészségünket, de megpróbálunk igazából mindent beleadni idén. De ugye persze te mondtad, hogy a Restore-t ugye a bőrödön használod, azt is igazából azt is érzem, igen. És ez nagyon segít ugye a foltoknál az arcomban. De is az új bőrápoló termékek is nagyon segítenek, a Tea Mist persze. Tehát, és a fiam igazából, aki 18 éves, neki ez mindig kell. Ugye a Bahamákon vannak épp az iskolával, és azt mondta, hogy 7 üveggel akar magával vinni egy hétre, mert ezzel lehet a miteszert is kezelni, és ezért ő egy kicsit függő lett már. De ugye ez nagyon jó igazából a bőrre. Ezt mondtam neki, az elején azt mondta, jó, persze, igazad van, aztán azt mondta, hogy kipróbálja, de jó, Clean Slate, Tea Mist és a Zero Hint elkezdte dugni otthon előle, mert az összeset felhasználja. Igazából tényleg csak többet akart magával vinni, szóval, na jó, ez egy új év számunkra, és mindig szeretem, hogy ez új év kezdődik, és mindig megpróbálom a legfontosabb dolgokat felírni az év elején, amiket el akarok érni, és mindig meg szoktam nézni az előző évi listámat, hogy mit írtam fel, és annyival többet értem el a ti segítségetekkel, köszönjük szépen, annyival többet értünk el miattatok, ezt nem is gondoltam volna, tehát, és ugye akkor, ahogy mondtam, a szakácskönyvet kiadjuk, egy inspirációs könyvet ki fogunk adni, tehát ezek tehát ugye az öregedésről is fogunk beszélni, ugye, és de először igazából a Clean Slate-ről, Clean Slate-tel kezdünk, és Clayton fogja ezt kezdeni. Tehát ma küldtem neked ugye egy cikket milliomosokról, emlékszem, hogy igazából nem láttam, elküldtem neked, de nem láttam én sem mondjuk. De ugye ez az anti-aging, az öregedést, elkerülése, ugye egy nagyon nagy téma, nagyon sok gyógyszert szednek annak érdekében, hogy ezt le lehet lassítani az öregedést. Igen, ezt nem állíthatjuk persze, de természetesen azért összeköttetést lehet látni a termékek között és az öregedés között, de hát ugye van a kronológiai és a biológiai életkor, és ez nem kell, hogy lineáris legyen, és ez egy cél számomra idén. Először is egy cél nekem, hogy befejezzem a könyvemet idén. És hát fogjunk bele, ugye? Ugye még egy cél, megpróbálok kicsit fiatalabb lenni idén. Hát hogyan kell ezt tenni? Tehát hogyan lehet ezt elérni? Van egy-két dolog, amit én igazából Afrikában csináltam. Ugye van ez az egészségügyi centrum, amit rólam neveztek el, és itt szeretnék segíteni mindenképpen, mert egyszerűen túl kevés képzett orvos van arrafelé, és ez a szervezet együtt dolgozik az Egyesült Államokkal is, és itt olyan sok dolgot érhetünk el együtt,
Szóval mindent, amit megbeszéltünk tavaly, amit el szeretnénk kérni, ezt mind fölírtam az idei listámra. Tehát, miért ennyire fontos és a clean slate, és miért képzi az alapot? Tehát, remélhetőleg találunk egy pár helyesírási hibát itt, aki Jaylától, aki ugye csinálta a prezentációt. Na mindegy, tehát a fogyás ugye az mindig egy nagy téma, mert de néha gond lehet avval, mert de igazából az úgy szokott lenni, hogyha az ember öregedik, de nem akartam közbeszólni, de ezt nem akarnám kihagyni. Na jó, mondjad ezt, és akkor utána én hozzá fogom fűzni a gondolataimat. Szóval, hogyha öregedünk, akkor a bőrünk persze akkor nem fog kinézni, hogyha túl sokat fogysz le. Mert akkor soványnak nézek ki, de nem fog a bőröd szépen kinézni. Tehát igazából egy cél nekem, hogy egy pár kilót leadjak, de ne túl sokat, mert akkor a bőrömön az nem, igazából nem néz ki jól. Tehát azok, akik utazásaimon találkoztam, láttatok, amikor beteg voltam, amikor tényleg leadtam egy kicsit többet. Tehát ez így tényleg egy cél nekem. Tehát ugye vannak ugye különböző módok, hogy hogyan lehet lefogyni, és különböző kellemetlen formája a lefogyásnak, de ha megnézzük ezt kicsit pontosabban, akkor tudod, mi a pszichológiai probléma ezzel kapcsolatban? Tudom, hogy mit fogsz mondani. Nem, mondja csak. Nem, mert biztos azt fogod mondani, hogy nehéz fémek, és stb. Nem, ezt a higany okozza. Tehát, igen, jó. Na jó, erről is beszélhetünk akkor később, de folytassuk. Tehát, ha visszajövünk a Clean Slate-hez, akkor ha itt hallgatjátok ezt az előadást, akkor valószínűleg ismeritek Clean Slate-et, de egy-két fontos aspektust meg fogunk beszélni, hogy miért ilyen fontos, és hogy miért kellene idén ebből többet fogyasztani. Ugye, ami csapatunk, ugye mi közösségünk, a legtöbben használják, de nagyon sokan nem úgy használják, ahogy kellene valószínű. Sokan azt gondolják, hogy ha sokat fogyasztanának, többet fogyasztanának, akkor furcsán reagálna a testük, de egészségügyi szempontból ugye a méreganyagok kimosása, ugye nagyon-nagyon fontos kivezetése, az nagyon-nagyon fontos, mert itt a clean slate tényleg az egész folyamatnak az alapja. Tehát ez tényleg fontos, hogy megértsük, hogy a regeneráció útját, amiről beszélt Dr. Ram, itt nem csak a clean slate az, ami ezt a folyamatot támogatja, hanem a többi termék is, de ez az egésznek az alapja. És miért ennyire egyedülálló a clean slate, és hogy miért nincsenek versenytársak, na jó, lehet mondani azt, hogy versenytársak, vagy hogy méregtelenítők, ez annyira speciális, mert ez a természetnek a legerősebb kristálya, és Dr. Rám meg pontosan kitalálta, hogy hogyan lehet ezt a kristályt úgy használni, hogy nehéz fémeket megragadjon, és kivezessen a testből. Az összes méreganyagot, amit ismerünk, nehézfémek, grafin, galanominium, vírusok, méreganyagok, és így tovább. És ez a kristály ezt képes ezt megtenni, és egyszerre egy mechanizmust is kifejlesztett, hogy a fontos tápanyagokat és nyomelemeket is bevezesse a testbe, és ezzel tudja támogatni a regenerációs folyamatot. Tehát, ha megnézzük ezt a cikket is, akkor lehet látni, hogy ha a test tényleg meg tudja ezt tenni, tehát ki tudja vezetni a méreganyagokat, akkor saját maga tudja
magát regenerálni, de ezek a méreganyagok ezt általában megakadályozzák. És ez a folyamat egyedül képes ezt megtenni, és akkor itt ugye, hogyha nem vannak a méreganyagok is, a sejtek ugye, amelyeknek elhalnak, és nem tudnak kimenni a testből, akkor ezek felgyorsítják az öregedési folyamatot. Igen, ez az egyik ilyen dolog, persze, és tudósként nagyon-nagyon fontos tényleg ezt megmondani, hogy ez az egyik oka annak, hogy felgyorsul az öregedés, mert nagyon sok folyamat megy végbe a testben természetesen, de nagyon fontos, hogy tápanyagkiegészítőknél és gyógyszereknél tényleg, hogy az oka ennek tényleg több szintű, de ez az egyik ok. És tényleg lassan ezt az egész társadalom ugye észreveszik, létni tényleg már szakértője ennek a témának, de nagyon fontos, hogy a környezetünkben nagyon sok méreganyag található, vírusok, paraziták, gombák, nehézfémek, baktériumok, és így tovább. Tehát ezek mind megtalálhatók, a károsanyagok a környezetünkben, és tudjuk, hogy ezek a környezeti faktorok, ugye, ami epigenetikumunkat is beindítja. Tehát volt, ha valaki, tehát volt egy ismerősöm, akinek 20 éve volt egy vírusa, és azt mondta, hogy egy autoimmun betegséget indított be, és ez akkor elment az orvoshoz, és ugye igazából ezt el is mondta neki, az egy jó barátnőmről van, és egy barátnőmnél történt, és mondta egy orvosnak, és mondta neki, hogy igen, talán ez furcsán hangzik, hogy 20 éve volt egy vírusom, és szerintem az indította ezt be, és azt mondta az orvos, hogy ez abszolút nem lehet így, de tudósok igazából tudják, hogy ez egy vírus, ez egy ilyen beindítója lehet ennek az autoimmun betegségnek, és a Clean Slate-nek tényleg avval az a célunk, hogy a testünket belülről tisztítsuk, és hogy a testünk utána saját magát tudja regenerálni. És ezért nem kell állítanunk dolgokat rutnál, hanem megpróbáljuk egyszerűen a testünknek azt a lehetőséget megadni, hogy kellőképpen működjön. Természetesen a környezetünk fontos, ezért februárban be fogjuk mutatni a környezeti termékeinket, hogy olyan tudjuk a bőrünket védeni, milyen termékekkel tudjuk ezt védeni, hogyan tudjuk a ruhánkat is védeni avval, hogy ezeket a méreganyagokat ne vegyük fel, de természetesen nagyon-nagyon fontos itt, hogy ezt akkor a segítségetekkel persze világszerte is terjesszük, hogy mindenki tudjon erről, adjuk tovább az információkat majd. Ugye tudjátok, amikor elkezdtük, akkor nem akartunk soha félelmet a világba kikültörni, hanem megoldásokat akartunk felmutatni. Mindig erre koncentráltunk és koncentrálunk. Emberek számára és állatok számára persze. Tehát mindenképp egy-két dolgot fog tenni tudunk ennek érdekében, ugye? Persze, természetesen. Tehát, hogyha elkezded a testedet megtisztítani, akkor utána eljutunk a második ponthoz. Ez a kedvenc termékem. A Zero In Clean Slate és Restore nélkül nem annyira hatékony, de egyedül is érezhető a hatása. Nagyon sokkal erősebb, hogyha Clean Slate-et és Restore-t egyszerre hozzá szeded, annak érdekében, hogy a belek is rendben legyenek, hogy több dopamint és szerotonin tudjál termelni. Mennyire fontosak a neurotranszmitterek számunkra, hogy rendesen működjön? Miért fontos ez általánosságban? Mennyire fontos ez? Hát ez igazából olyan, mint az elektronikánk igazából. Tehát, hogyha a számítógép nem működik, 2023-ban vagyunk, arról beszélünk, hogy hogyan tudunk legjobban működni. Teljesen mindegy, milyen öregek vagyunk.
hogy ez az elektronika nem működik, és nem kommunikál megfelelőképpen, hogyha a belektől, a szíven keresztül, az agyig, ez nem működik, ezek a kapcsolatok nem működnek úgy, ahogy kellene. Nem beszélünk elég sokszor arról, hogy ez annyira fontos igazából a rútnak, mert sokan ugye kérdeznek, hogy azzal, hogy erre a területre kellene egy megoldás, arra a területre, mert ugye sokan igazából nem tudják, hogy általában nagyon szkeptikus vagyok, mert nem hiszek abban, hogy egy termék nagyon-nagyon jó, amíg ki nem próbáltam. Tehát az Zeroin az tényleg egy nagy változást eredményez, én minden nap, tehát mindig jönnek, minden nap jönnek majd ugye emberek hozzánk, interjúkat csinálunk, tehát nekem nagyon fontos, hogy ezt minden nap szedjem, nagyon nem szeretem, hogyha egyszer elfelejtem. Nagyon érdekes igazából, hogyha erről beszélünk, hogyha újraindítod ugye az évedet, vagy ha valamit ugye javítasz, vagy újraindítasz, mintha egy öregebb házat szeretnél felújítani. Én beszéltem valakivel, aki 1950-es évekből vett egy házat itt Nashville-ben, és azt mondta, hogy ugye a kábelek annyira rossz állapotban voltak a házban, hogy az egészet újra kellett csinálnia, tehát nem rombolta le az egész házat, hanem az új kábelezést végrehajtott. Nekünk is ezt kell csinálnunk, vagy megtehetjük ezt is, mi is a testünkkel. Lehet egy öreg testünk, keretünk, ami 50-60-70-80 éves, de a kábelezést ugye javíthatod, vagy új kábeleket húzhatsz be úgymond a testben, mely hogyha a rendszert ugye méreganyagoktól megszabadítod, és akkor öreg keret lehet, de belül sokkal fiatalabb és újabb lesz. És pont erről van szó, ami nagyon-nagyon fontos a szerotonin és a dopaminnal kapcsolatban, hogy az öregedésről beszélünk. És ez tényleg mindenhol érezhető, és hogy ez mennyire fontos, hogy ez hogyan lehet továbbfejleszteni. Nagyon sokat tanultam attól a személytől, aki mellettem ül. Igazából mindent tőle tanultam. Hogy segített abban, hogy én ezt tökéletesen megértsem. És én is az első doktorátusom is a neurotranszmitterekről szól, tehát nagyon sokat kutattam ebbe. Tehát a szerotonin, dopamin az tényleg azért van, hogy jobb fizikai teljesítményt érjünk el, például sportolóknál, vagy a mindennapunkban, jobb alvást eredményezzen. Tehát igazából tavaly nem is beszéltünk erről olyan sokat, idén ez talán kellene, hogy a Zeroin ugye az egész cirkadiális ritmusunkat ugye be tudja indítani, tehát ez az alvás és ébrenmaradási ciklusunk, és ebbe tud segíteni, és ezek az aranyszínű kapszulák nem csak a színük miatt érnek aranyt, hanem azért, mert a napsütést imitálják. Mert hogyha az Zeroin szedsz, főleg itt télen, jó, mondjuk itt most 70 Fahrenheit-tal Nashville-ben, az, de az Zeroin szeded az olyan, mintha a testedet egy nyári állapotban hozod, az olyan, hogy vitamin D, a D-vitamin, a szerotonin, ez mind beindul. Ugye télen általában több zsírt tárolunk, ugye, mert a hideg miatt, de hogyha D-vitamin van és a szerotonin, akkor beindítja ezt a zsírégetést a testünkben. És ugye, tehát minél több szerotonin és dopaminod van, kevesebb zsír, több boldogság, és le is fogysz. Ugye? És ezért egészséges és boldog embereket kapunk. Ez a célunk, ugye? Tehát nagyon fontos, hogy a szerotonin szint a megfelelő szinten van, mert hogyha ez nem megfelelő szintet mutat, akkor a súlyodra és az öregedésedre is hatással van, és ez tényleg az egy
top dolgok, melyre odafigyelünk, tehát ez a clean slate, relief greens, zero in, és akkor mehetünk tovább. Tehát az amerikaiak 86%-ának alacsony a neurotransmitter szintjük, tehát az azt jelenti, hogy 10-ből 8 vagy 9 embernek szüksége van az zero-inre. Csak 9-nek 10-ből, szóval a többi, az egy személy, ki tudja, avval mi van. Na, beszéljünk egy kicsit a Relief-ről, ez a te kedvenced, ugye? Ugye beszéltél már ugye a betegségekről, amelyeket már legyőztél. Ez a termék, ugye, ami ugye, hát igen, erről, ezért beszélt Davis már nagyon sokat erről, hogy mennyire segíthet ez. De természetesen az én tapasztalatom, amikor ugye a rák ellen ugye küzdöttem, Clean Slate, Relief Greens, Give Me Back My Youth, tudjátok, mennyire szeretem az összes terméket, de Relief Greens az tényleg nagyon-nagyon fontos volt számomra, mert amin át mentem, ugye tegnap, vagy tegnap előtt, vagy mikor volt ez, amikor megtaláltam, emlékszek, amikor ugye terhes voltam, és ugye voltak hátfájdalmaim, és akkor mondták, hogy egy tumorom volt, és emlékszek, hogy amikor a vizsgálatról mentem a fiamért, akkor a fiamért kellett mennem, és ugye akkor a gyógyszeriparban dolgoztam éppen, és akkor el kellett mennem az iskolához, érte, és akkor felhívtak, és akkoriban tényleg még nem is tudtam, hogy terhes vagyok, de azt mondták, hogy egy vészhelyzet, hogy jöjjek vissza, nem tudok majd gyerekeket szülni, ezt is mondták nekem akkoriban, és tényleg a Relief Greens az egy olyan dolog, amit akkoriban tényleg nagyon sokat szedtem, amikor tumorom volt, hogy ez segítsen, és ezek a problémákat leküzdjem, és nagyon fontos volt számomra. Tehát értettem természetesen már akkor is, az antioxidánsok, és hogy zöld összetevők kellenek a testemnek, segít a fogyásban, anyagcserében, az öregedésnél is persze, és nagyon-nagyon fontos, ez nekem igazából mindig nagyon-nagyon fontos volt személyesen is, ugye a Lyme-kór ellen, a rák ellen, és ezért gondolok arra, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és sokáig, sokan kérdezték, hogy ketózisba kerülök ebben, és azt mondom, persze, abszolút, tehát hogyha arról beszélünk, hogy gyorsan le akarunk adni súlyt, akkor Clean Slate, Restore, Relief Greens, Zero In, ezek nagyon-nagyon fontosak szerintem. Akkor csinálsz ezekből shake-eket. Persze az anyagcsere miatt ez a három, tehát tudjátok, az összes nagyon-nagyon fontos nekem, de ez a három top termék, hogyha az anyagcserét be akarjuk írni, tehát a Relief Greens, Zero In és a Clean Slate. Ezek azok a dolgok, amikor, hogyha méregteleníteni akarsz, hogyha tisztítani akarsz, és le akarsz fogyni, akkor ezeket kellene használnod. Ted és Clayton is el tudják mondani, hogyha úton vagyunk, akkor ezeket mindig magammal viszem. Imádom a Restore-t, de hogyha fogyásról beszélsz, akkor ez a három termék, amelyeket én ajánlanék nektek. Egy-két dolgot ugye hozzáadtál itt az anyagcsere miatt, ugye cayenne, bors, és így tovább, ugye. Jayla, vissza tudsz menni még egyszer? Igen. Nagyon-nagyon fontos számomra az anyagcsere, hogy ezt támogassuk, főleg a fogyást illetően is, mert hogyha ezt támogatjuk, akkor ez az egész testnek segít. Tehát nem tudsz jól regenerálni, hogyha az anyagcsere nem működik megfelelően. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a probiotikumokat is szedjük, és hogy benne legyen. Ez nekem mindig nagyon fontos volt.
Tehát, hogy az anyagcserét be akarod indítani, akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye meglegyen az megfelelő energia szinted is, és ezt te is megcsináltad, ugye? Persze. Tehát nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi ez a három top termék, és akkor megpróbálom mindig így elmagyarázni nekik, attól függ, hogy mire szeretné. Tehát mehetünk tovább. Ugye természetesen ez a termék nem csak a személyes tapasztalataim miatt, de rengeteg embernek tud ez segíteni, ugye a Clean Slate, Zero In és Restore, ez a három alap igazából. Tehát, hogyha itt még egy negyedik terméket hozzáadnánk, akkor azt mondanám, hogy az Immune Defense Shield megfelelő hozzá, mert ugye a telomérok miatt ezek mindig fontos volt számomra. Tehát, és utána a Restore és a Give Me Back My Youth, ez egy fantasztikus termék a Restore, tehát fenomenális dolgok vannak benne, nagyon segít ugye a beleknek, energiát, tehát a testet egyszerűen támogatja. És megpróbáljuk felmutatni az összetevőket, ugye, hogy mennyire fontosak. Tehát mind a ketten rendszeresen szedjük, mert... De még egyszer ugye fontos tudni, ugye, hogy mit szeretnél. Tehát a Restore nekem a lánykor miatt ugye nagyon-nagyon fontos volt, és a gyulladások miatt... Hogyha a gyulladások felépülnek a testen belül, akkor meg kell állítani őket, mert a gyulladások az elején ugye nem olyan rosszak, de minél nagyobbak lesznek, minél erősebb lesz, annál nagyobb problémákat okoznak. És a Restore ugye nagyon-nagyon fontos számomra, mentális egészség, öregedésnél nagyon-nagyon fontos, tehát ezek ezért szedjük rendszeresen. Végre a szüleim is megrendelték már, és ők is Prime-on vannak, végre. Igen, ezt Duquesne miatt csinálják, mert Duquesne magyarázta el nekik már végre. Tehát nagyon fontos, hogy mindenki megérti, hogy a megfelelő termékeket a megfelelő időben fogyasszák. Hát mit lehet mondani erről a kettőről? Tehát ez a két legfontosabb komponens, fekete kömény, magolaj, és a kurkumírok, a kurkuma és a fekete kömény magolaj, ugye ezek egyedül is nagyon-nagyon erős összetevők, de ha ezeket kombinálod, és megfelelően kevered őket, és egy pár komponens még hozzáadsz, akkor érdekes dolgokat lehet elérni. Hát a tudomány ugye nagyon-nagyon fontos ez oldalon. Miért csinálom ezt? Hát mert a fekete kömény mag és a kurkumák, az aloe verát ugye nagyon sokat használják a gyógyszeriparban is. Ismeritek a hátteremet, ugye? Itt tudjátok, hogy én honnan jövök. És nagyon sok mindent az őseink is nagyon sokat használták, ugye? És továbbadták nekem is nagyszüleim, és így tovább. Tehát én tudom, hogy ezeket az összetevőket tényleg még a fogyásnál is nagyon-nagyon jól lehet használni, és mennyire fontos az egészségünk számomra. A megfelelő funkciók a testen belül, tehát tényleg ezek kulcsfontosságú összetevők, és ezért a fekete kömény mag volt cég, aki ugye ezeket az összetevőket meg akarta szerezni, és azt akarta, hogy az ő tulajdonukban legyen, de hát ugye ezt nem lehetett természetesen. És ugye a Restore-ra kapcsolatban nem is tudom, ki akarta mondani, ki mondta azt, hogy alumínium van a csomagolás miatt benne. Azért, mert úgy néz ki, ez nem azt jelenti, hogy ebben alumínium van. Hát nagyon-nagyon fontos, hogy nézni, hogy ez a csomagolás miért van így. Tehát egy nagyon-nagyon finom réteg van rajta, és különböző rétegekkel van bevonva, és ezzel van védve, tehát ebből nem jön ki alumínium, és nem is lehetne ez, nem is tudom, hogy hogyan jött valaki erre, tehát nem tudom, hogy a
tehát a csomagolásnál nem kerül ide ebbe semmi bele. Nem tudom, hogy honnan jött az információ. Nagyon sokan ugye nem értik, hogy ez hogyan készül, és nehéz elmagyarázni, de hogy egy kérdés ezzel kapcsolatban, tehát csinálnál valamit, ami téged károsítana, vagy a családodat, a gyerekeidet, tehát minket nem mérgeznél? Természetesen nem. Na jó, hát akkor másokat sem szeretnél valószínű, mert mi használjuk ezeket a termékeket rendszeresen, és magunkat nem mérgeznénk, tehát nyilvánvaló, én mindig odafigyelek arra a csomagolásra, mert nagyon-nagyon fontos ezt látni, hogy ez hogyan készül, természetesen ezt mindig elemezzük, és nyilvánvaló nem károsítunk senkit ezzel, úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon fontos természetesen. A probléma az az, hogy a csomagolásokat nézzük, akkor nagyon óvatosnak kell lenni, mert a papírnál is nyilvánvaló, papírcsomagolásnál is előfordulhatnak gondok, és ezért mindig meg kell nézni. Ugye nyilvánvaló akarjuk, hogy a termék stabil maradjon, és tiszta maradjon, és ezért az a célunk, hogy nagyon-nagyon óvatosan odafigyeljünk, hogy mivel csomagoljuk a termékeket. Tehát a következő termékünk Natural Barrier Support, tehát ebből többet kell szednem idén mindenképp, tehát én be is szereztem őket, otthon vannak, tehát Krisztina, neked is ebből többet kellene. Igen, pontosan, én is erre gondoltam. Ez, ennek tényleg egy nagyon nagy, nagyon-nagyon fontos termék, a D-vitamin, C-vitamin és a cinknek a kombinációja, mert ezzel a gyulladásokat nagyon jól lehet kezelni, tehát főleg a negatív gyulladásokkal és a szisztematikus gyulladások azok az első, a legnagyobb okai annak, hogy túlsúlyosak leszünk, és hogyha ezt redukálni tudjunk, akkor le is tudunk fogyni persze. És ugye nagyon-nagyon fontos, tehát Jayla dolgozta ki ezeket a diákat, ugye, és itt is lehet látni, hogy a D-vitamin, a C-vitamin nagyon-nagyon fontos, és a cink is, tehát nagyon fontos összetevők, de hát megfelelő módon kell ezeket előállítani nyilvánvaló. Tehát Clayton, Patrick és Ted és Tiger is tudja, hogy nagyon sokszor halljuk, hogy miért használsz C-vitamin, mert aszkorbinsav van benne. De hát nyilvánvaló, hogy nem használnánk semmit, ami káros lenne az emberek számára. Minden összetevő nagyon-nagyon fontos számomra. És egyik munkám is arról szól, hogy hogyan lehet az összetevőket tisztítani, méregteleníteni, és erről még szabadalmat is írtam. Tehát ez a Jayla is csinált erről egy prezentációt, a biztonsági besorolásokat illetően, ezt is meg tudjuk mutatni nektek. És az összes potenciális negatív dolgot, ami előfordulhat az összetevőkkel, ezt mind teszteltünk persze, és ezt is megmutatjuk nyilvánvalóan, tehát nem csak megnézem, és akkor azt mondom, hogy ez így van, hanem megnézem, hogy milyen negatív dolgok lehetnek, amelyek káros dolgokat okozhatnak, ezeket mind megnézzük és elemezzük, és erre nagyon odafigyelünk. Tehát ha biztonságot nézzük, akkor ugye nyilvánvaló a hatékonyságra is fókuszálunk, mert ugye nagyon-nagyon sok C-vitamint lehet kapni a tápanyag kiegészítők körében, és rengeteg tele van nehézfémmel. Tehát liposomál C-vitamin, amit te használsz, ugye ez a C-vitamin legdrágább formája, igen, különböző termékekben használom ezt. Tehát mindenképp akartunk egy olyan terméket, ami természetesen hatékony. Nagyon sok minden történik a gyártás közben, hogyan dolgozzák fel őket, honnan kapjuk a nyersanyagokat. Hogy őszinte legyek, tényleg itt vírusokra, baktériumokra, gombákra és parazitákra fókuszáltam, és hogy arra, hogy mi történik világszerte éppen. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos a Natural Barrier Supportot szedni jelenleg,
Mert nagyon sok minden történik a világon, amivel kapcsolatban ez a termék tényleg segít. Tehát olyan sok vírus van, és olyan sok dolog történik, ami itt tényleg nagyon hasznos lehet számunkra. Az a probléma, amikor utoljára is New Yorkban találkoztunk, hogy beszélgettünk arról, hogy olyan sok minden történik a világszerte, és éppen most annyira fontos ez a termék, hogy különböző dolgokat le tudjunk küzdeni ezzel. Tehát nagyon sokan kérdeznek, hogy miért nem elég Clean Slate, ha C-vitaminról beszélünk. Igen, de Natural Barrier Support-tal megvan az az extra adag, ami nagyon segítő lehet ezekben az időkben, hogy megfelelő C-vitaminunk legyen, C-vitamin szintünk legyen a testünkben. Hogyha például nagyon sokat edzünk, akkor az is lehet, káros lehet a C-vitamin termelésre, és ezért tényleg nagyon fontos, hogyha le akarunk fogyni, és sokat edzünk, hogy pótoljuk a C-vitamint. Tehát nagyon fontos, hogyha valakinek tényleg alacsony a C-vitamin szintje, akkor ez felemelje, hogy gyorsabban le tudja adni a zsír adagot. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ez hogyan működik. Ugyanúgy, mint a neurotranszmitterek, a C-vitamin nagyon-nagyon fontos. Hogy minden hatékonyabban működjen, persze. Most eljutunk a következő termékhez. Ez olyan volt, mint amikor én rendelnék valamit. Azt mondtam, hogy figyelj csak, nekem erre lenne szükségem. Meg tudnád ezt csinálni, ezt a terméket számomra? Tehát ez a termék tényleg a legtisztább és állatkínzásmentes összetevőkkel rendelkezik, és ezt a kombinációt nem található sehol, ez a kollagén és kolosztrum kombinációja. Igen, ez majdnem tényleg lehetetlen volt beszerezni, de ez tényleg nagyon sokáig tartott, majdnem 2 évig tartott, úgy, mint a fokrémnél körülbelül. És ezért ennyire fantasztikus, ugye? De a kollagén és kolosztrum miért ennyire fontos? Tehát kellene ezt szedni, fontos ez? Mert ugye sokan azt mondják, hogy a kolosztrumot saját természetesen termelünk, tehát nyilvánvaló nem lehet ez, ha nincs aminosav profilunk megfelelően, és mikor? Csak akkor, hogyha ezt szedjük. Tehát fantasztikus előnye a kollagén és kolosztrumnak. Tehát ez a egy komponens van itt, ami ez szintázis, és ezért ez a szilícium-dioxid, ami benne van ebben a termékben, és ez igazából ezért kell a Clean Slate, és ezért az alapja az egésznek, mert ott van a biológiailag elérhető szilícium-dioxid, ami segíti a kollagén és a kolosztrum hasznos felvételét. Hogy a test fel tudja venni a szövetekbe, és úgy tudja akkor a testet támogatni. Ez lehet a haj, a bőr, a körmök, a szövet, és a kolosztrum az meg egy olyan dolog, hogy azt nagyon sokan elfelejtik, hogy a kolosztrumunk az első 2 hétben, amikor miután megszülettünk, akkor megkapjuk azt a szoptatással, ugye, mert a nők termelik ezt, anyukák, de ez a kolosztrum ezt ugye edzi az immunrendszert, és lezárja a beleket, és ez nagyon fontos, és a spike proteinek és a vírusok ellen nagyon jó védelmet nyújt. Tehát a tanulmányok, melyeket mi találtunk, az, hogy mennyire fontos, azt meg lehet nézni a kollagén és a kolosztrumot, meg a kollagén nagyon-nagyon fontos, hogy rugalmas legyen a bőr, de nem csak a bőrünkön, hanem a testünkön belül is. De hogyha ezt megnézed magadnak, itt
90 tanulmányt, tanulmány, hogy ebben a tanulmányban lehet látni, hogy több mint 3000-en vettek részt, és tényleg nagyon-nagyon pozitív eredményeket lehetett látni, amikor kollagént szedtek a placebós tanulmányi résztvevőkkel kapcsolatban. Tehát ez tényleg nagyon egy érdekes tanulmány szerintem. Nagyon sokan, sokkal jobban érezték magukat, amikor ezt fogyasztották, és szerintem ez egy nagyon jó elemzés, és mutatja, hogy mennyire fontos. És ugye a rugalmasság, és hogyha a vízellátás megfelelő módon működik, akkor ez tényleg ez egy döntő faktor. A kolosztrum, és így nézed, ha megnézed a tanulmányt itt is, akkor ez is támogatja azt, hogyha le akarunk fogyni, hogyha fiatalabbak akarunk lenni, és egészségesebbek akarunk lenni 2023-ban, igazából mindenki szeretne jobb lenni idén, mint tavaly. Erről van szó. És hogy ugye hogy a fogyás az egy olyan dolog, hogy nagyon sokan ugye csak súlyt akarnak leadni, de azt kellene változtatni, hogy ugye a gyulladásokat és azokat az anyagokat, a káros anyagokat kell kivezetni a testből. Ez az egyetlen módja annak, hogy megfelelő módon fogyjunk le, hogy ezt a káoszt, ami a testünkben van, ezt kicsit kitisztítjuk. És elérkeztünk a Mitochondrial Defense Shieldhez, Immune Defense Shield lesz a neve, köszönjük a német kormánynak, mert ezt ugye nem lehet Németországban használni bizonyos kifejezéseket. Én imádom a mitokondriákat, mert nagyon-nagyon fontosak. De tényleg ez igazából az elemünk, és mi van az elemen belül igazából? Szerintem a mitokondriák egy nagyon-nagyon fontos, ez a testen belül egy kód úgymond, amit ugye meg kell oldani, és olyan-olyan sok tanulmány és kutatásra van szükség itt még, de tudjuk, hogy a DNS integritással kapcsolatban nagyon-nagyon fontos, nagyon védő tulajdonsága van, a sejtfunkció, a protein termelés, és így tovább, tehát nagyon sok pozitív előnye van. Tehát ezzel a termékkel az volt a célunk, hogy a testet támogatni tudjuk, és gyógyítani tudjuk. És igazából, hogy a testet az időben visszavegessük, úgymond. Tehát sokan kérdezik tőlem, van időutazás? Igen, persze, lehetne. Tehát, ha ezt megfordítanánk az öregedést, akkor ha a testnek ugye megadod a lehetőséget, hogy hatékonyabban dolgozzon, működjön, mintha például én folyamatosan a napon lennék, akkor a bőrömbe rák sejtek alakulnak ki, és főleg azért is, mert a vegyi anyagok is oda kerülnek, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy támogassuk a testünket, és ugye, hogy tényleg itt a testünket úgy támogassuk, hogy ne legyenek meg az autoimmunbetegségek, zavarok, vagy a gyulladások, ezt le kell kapcsolni, ezek mind itt vannak nyilvánvaló a testünkben, ott van az a kód, csak el kell kerülni az, hogy ne kapcsolódjon be, és ne kerüljen gyulladásos helyzetbe. Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy ez ne kapcsolódjon be az összes autoimmunbetegségnél és az öregedésnél. Mert még egyszer, hogyha a tested meg tudja gyógyítani saját magát, akkor tényleg meg tudunk oldani nagyon sok dolgot. De hát az a probléma, hogy olyan sok dolognak vagyunk kitéve, de hát kell egy megoldás erre. Ez olyan, mint egy fantasztikus autó, egy autót egyszerűen javítani. Azt is lehet javítani, jobb lesz, mint régebben. Tehát 2023-ban két fontos
szóról lesz szó, az a nadról és a kolosztrumról. Tehát erről fog szólni a táplálék kiegészítő ipor, és nekünk ipar, és nekünk minden, mind a kettő megvan. És te valamit a naddal csináltál, amit még senki nem csinált, hogy stabilizáltad. Szeretnél erről egy kicsit beszélni? És nem csak stabilizáltad, hanem a megfelelő összetevőket adtad hozzá, és ezért a Mito, illetve az Immune Defense Shield annyira fontos, és az irodalom azt mutatja, hogy a mikrodózisok az NAD-vel kapcsolatban sokkal hatékonyabb és sokkal előnyösebb, mint hogyha ezt infúzión keresztül kapnánk, és amelyek természetesen nagyon-nagyon drágák. Szeretnél erről egy kicsit beszélni? Tehát mire van szükségünk, hogy nadot tudjunk termelni, és a K-vitaminnal és kercetinnel kapcsolatban ezt hogyan csináltad? Annak érdekében, hogy legyen egy olyan mechanizmusod, hogy az emberek ezt naponta tudják szedni, és hogy a test természetes módon tudjon nadot termelni. Igen, a NAD az egy tényleg nagyon-nagyon jó összetevő, egyedül koenzim, de lehet ezt hatékonyabban is használni, és ez az én véleményem, hogy lehet, hogy vannak más vélemények is, de kercetinnel és K-vitaminnal együtt még erősebb szerintem, és még jobban működik. Tehát a telomérok mindig is nagyon érdekeltek engem, 20 éve dolgoztam már, 20 évvel ezelőtt már dolgoztam ezen, és ez az, ami segít ugye a sejteknek, és telomérokat termel, és mindig vannak különböző utak, hogy hogyan lehet ezt elérni, de mindenképp azt akartam, hogy legyen valami, amire a test reagál megfelelő módon. Tehát, hogy az új évet kezdünk, akkor tényleg ez egy olyan dolog, ami nekem nagyon fontos, hogy emlékezzen mindenki arra, hogy hogyan kell támogatni a testünket. Itt vannak a referenciák. Jönnek új dolgok? Igen, nagyon sok új dolog lesz. Van egy meetingünk, úgyhogy sok időnk most már nincs rá, de egy-két dolgot megemlítenék. Azért nagyon-nagyon sok munkánk volt tavaly, és lesz idén is. Tehát van 2 percünk még, talán egy kis ízelítőt tudunk adni. Tehát Environ lesz, ugye, ez lesz a ruha sorozatunk, amivel tudjuk ugye a testünket védeni nehézfémek ellen, ez is egy cél lesz persze, egy baba termék vonal férfiaknak, nőknek is lesz, ezen dolgozok éppen. Tehát nagyon-nagyon sok mindent fogunk természetesen idén akkor piacra dobni, tehát a táplálék kiegészítések természetesen, a háziállatoknak, a sampon, a conditioner, a fogkrém, a kávé, tehát tényleg nagyon lelkes vagyok, meg hogy mi minden van, tehát a kis abáknak a ruházati vonalunk persze, hogy védve legyenek, és más dolgokon is beszélünk, hormon, egészség, stressz ebben kapcsolatban, tehát Ted és én játszottunk ezekkel a termékekkel, és tényleg hihetetlen. Tehát ebben az évben tényleg még több dolgot fogunk indítani, de most el sem tudod képzelni, mi minden lesz idén. Brad Matthews, a regisztrálások Environ-mal, ez a környezet vonalunk természetesen, tehát nem csak a ruhákkal lehet használni, nem csak a ruhákat lehet használni, nem, ezt lehet a ruhára fel lehet vinni, és úgy is lehet használni, tehát úgy is lehet használni, hogy persze egy hétköznapi ruházatra föl lehet rakni, úgymond. Igen, ez az Environ Wear, ez egy spray, amit lehet használni.
de az nem ugyanolyan erős természetesen, mint ez a speciális ruházat, az a skinwear, amit lehet használni. Tehát tényleg nagyon-nagyon lelkes vagyok, és nagyon várom, hogy ezek a védő termékek meglegyenek, mert szerintem ez nagyon sok mindenkinek nagyon-nagyon hasznos lesz. Szerintem ez az egyik legfontosabb termék lesz, és természetesen a kávé és a fogkrém is tényleg fantasztikus lesz. Szóval nagyon-nagyon örülök annak, hogy mi minden vár ránk idén, és neked menned kell, azt hiszem, ugye? Igen, én még megválaszolok egy pár kérdést, de ugye nyilvánvalóan nem lehet ugye állításokat feltenni. Persze, tehát a felelősségnyilatkozatot felolvastam már, de jó, de óvatosnak kell lennünk akkor is. Tudom, szeretlek, de ezért erre oda kell figyelni, tudod? Igen, jó, oké, oda nézek. Jó, orvos leszek idén talán, jó, lehetne idén, de jövőre. Na jó, akkor nézzük meg a kérdéseket. Tehát egyik kedvenc kérdésem, amit Susan tett fel. A Tilly nem akar ide felugrani. Tehát egy pár kérdést megválaszolok. Susan kedvenc kérdésemet tette fel, hogy a folyékony kollagén talán jobb, mint a porformával? Ezek szeretném válaszolni, hogyha a folyékony kollagén szeretnél, akkor adjál hozzá vizet, és akkor folyékony lesz. De ezt nem mond tovább. Hogy más, ami nekünk van, mint a többi dolog az iparákban? Nincsenek hozzáadott töltelékanyagok, és ez a legtisztább formája a szarvasmarha kollagénnek. Tehát mi a különbség más, mi a különbség a por formájú és a folyékony között? Hát a folyadék. Tehát miért fizessél azért, aminek már amit otthon van, tehát víz, tehát ennek nincs értelme. Szóval, hogyha azt szeretnél, hogy folyékonyat szeretnél, akkor fogjad a Give Me Back My Youth-ot, és egy kis vizet, és hogyha valamit el szeretnél érni, ha valaki azt mondja, hogy neki valami jobb van a kezébe, akkor tegyed fel a következő kérdést, hogy jó van a kolosztrum, az merre van a termékedben? Ja, igen, az nincs abba benne. Jó, hát akkor bocsi. De hát, jó, hát akkor nem vagy versenytárs, de tudjátok, hogy mi olyan vicces? Ha olyan viccesek lennének, akkor ők is megcsinálták volna ezt, de ezt nem csinálta senki meg, ezt a kombinációt, mert nagyon-nagyon nehéz ezt így elérni. De hát, hogyha van egy ilyen zseni, egy ilyen tudósunk, mint nekünk, akkor ők is megtették volna, de hát nekünk itt van ez a zsenink, mi meg tudtuk csinálni ezt a dolgot. Szóval van egy pár kommentár még itt, amit meg kellene néznünk. Igen, a Restore-nak a csomagolása úgy nézett ki régebben, de az nem volt annyira jó, és nem volt annyira szép, és most szebb, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy jó is nézzen ki. Új csomagolás. És ugye 24 óra alatt ugye nagyon-nagyon sok minden változik, ugye 31-én még az öreg év van, és 24 órával később már minden teljesen új. Igazából egy teljesen normális, átlagos nap az egész, de na jó, mindegy. Sok minden nem változott. Terhesség, hogy veszélyes clean slate-et szedni, hogyha valaki terhes. Még én még nem voltam soha terhes. Néha úgy néztem ki, amikor túl sok chipset ettem, és akkor szinte úgy néztem ki, de igazából nem voltam még rendesen terhes, de nem lenne káros clean slate-et szedni, relief, kimivek megjött, restored, zero in a második trimestertől, inkább nem szedném talán az első trimesterbe,
de mindent, amit tőlünk kapsz, az, az igazából a terhességtől egészen a sírig lehet szedni, úgyhogy teljesen rendben van. Ahogy mondtuk, hogy nem... Tehát, hogyha azt mondod, hogy... Tehát igazából azt is lehet mondani, hogy amit mi csinálunk, az számunkra van. Mert hogyha arra gondolsz, hogyha mi magunkat mérgeznénk, akkor, akkor nem gondolkodnál megfelelően. Tehát így kellene ezt nézni. Tehát mi ezt használjuk, tehát ezt nem másoknak csináljuk elsősorban, hanem ezt mi gondoskodunk a családunkról. És a családunk elég nagy lett, tehát 130 ezer ember van a családunkban mindmár, úgyhogy mi odafigyelünk rájuk, és itt ja, nem kompromisszumokat nem tűrünk, és ezért tart néha egy kicsit tovább, mert ugye a csomagolással is környezettudatosak akartunk lenni, minőség meg legyen, az a minőség, amire nekünk szükségünk van. Tehát a kávéval kapcsolatban volt ez, és ugye jó, a kávé szemekre nem volt nagy probléma, de a csomagolás nem volt olyan egyszerű. Aki ezt megkóstolta, az már tudja, hogy miről beszélünk. Ugye volt egyszerűen elején 250 grammos csomagolást akartunk, de az 500 grammos az kedveltebb, és hát tudjuk, hogy nagyon sok a kávét szoktak inni az emberek. Tehát feltett valaki egy kérdés, hogy néha pár kliensnek, vásárlónak extrém reakciója volt a Clean Slate-re. Igen, hát a testük nagyon mérgezett volt, és beindult a regeneráció. Mit lehetne itt tenni? Hát, ugye vannak 6-8 éves babák, akik 30-40 cseppet szednek, és vannak felnőttek, akik nem tudják ezt szedni, a pár cseppet? Ez azért érdekes, ugye? Tehát így áll több vizet hozzá, hatékonyabb lesz, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy megfelelő vizet iszunk hozzá, ez az én célom is, erre, hogy odafigyeljek. Ez tényleg az egyik legfontosabb dolog, hogy a termékek közben azt szedjük a termékeket. Tehát nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ezt ki is vezessük a testből, hogy támogassuk a rendszert. Tehát, hogyha elkezded a sejteket méregtelaníteni, akkor ugye a higany miatt ugye nagyon sok sejt blokkolva lesz, nem tudja felvenni a vizet. Tehát a higany ugye ezeket a kapcsolódásokat ugye zavarja, és nem tudják, tehát az a sejtbeli vizet, vízre van hatással, és ez egyik legfontosabb funkciója a sejtegészségnek. Tehát ha megnézed ezt, a sejti egészség és a szisztematikus egészséget, akkor igazából ugyanarról beszélünk, és az a folyamat, ami jobb történik, hogyha elkezded a nehéz fémeket kivezetni, és a sejtek elegendő folyadékot kapnak, akkor az elején úgy néznek ki, mint a mazsolák, és akkor utána úgy akarnak kinézni, mint a szőlő. Tehát kihúzzák, kiszedik a vizet valahonnan, de hát honnan szedik ki a vizet? Tehát a vérkeringésből persze, de a víz, a vérből nem lehet annyit kiszedni, mert ugye ez a rendszerhez szükséges, ezért máshonnan fog a tested vizet hozni a beledből, a vékony bél és a vastag bélből. Nagyon sok plusz vízet lehet kifedni, általában azért ugye, hogy a székletet ki tudjuk lökni a testből, de onnan veszi el a vizet, hogy jobban menjen a vérkeringés, ha nem iszol eleget, akkor fejfájásod lesz, és az anyagcseréd lelassul, és ez sokan azt gondolják, hogy ez egy méregtelenítési reakció, de ezek csak az autódnak a lámpája még felvillannak annak érdekében, hogy több vízre van szükséged. Elég őrült dolog, ugye? Tehát inni, és miután ittál, így áll egy kis tekillát hozzá, és utána vizet. Erre most nem gondoltatok, hogy ezt mondom, ugye? De ne túl sokat, nyilvánvaló, egy
picit, ez bizonyított tény igazából, hogyha az alkoholval volt problémád, akkor ne figyelj arra, nekem nem volt soha problémám ezzel, és hogyha a könyvemet olvasod, akkor majd látod is, de alacsony formában, egy kis formában alkoholfogyasztás segít abban, hogy a higanyokat és más nehéz fémeket kimossál a májadon keresztül, tehát a clean slate-et használod, akkor az is méregteleníti a májadat, tehát egy nagyon pici alkohol nem is olyan rossz, nem sokat, jó, hogyha új év van, akkor lehet egy jó bulit csapni, vagy egy foci meccs, vagy a világbajnokság, vagy valami, na jó, hagyjuk ezt. De tényleg támogató lehet. Tehát, mi van még? Látjátok, mi történik, hogyha nem tudtunk beszélni idén még? Mert ugye tegnap, na jó, nem értünk rá, de jó, hogy tudjuk, be tudjuk ezt pótolni kicsit. Melanie-nak kérdése. Hogy ezt meg lehetne tudni, hogy mikor fogunk mit piacra dobni? Nem, mert akkor ezt nem akarjuk elárulni, mert ezt meg akarjuk tartani magunkat, de februárban fogunk már kezdeni egy-két dologgal, tehát a fokrém annyira nem lelkesített, de miután egészségről van szó, és ki nem szeretne Valentin napon orális egészséget, tehát teljesen őszintén, de ez mindenki szépen fog vigyorogni, tehát vicc nélkül ez a legjobb fogkrém, amit az egész életemben használtam, fantasztikus, tehát a fogaid és az ínyek fantasztikusan fognak, látni fogod és érezni fogod, tehát antiparazita fogkrém, tehát hihetetlen hatása van, tehát a gombák és a parazitákat elpusztítja, és ugye nagyon sok tanulmány mutatja, hogy a paraziták a fogakon és az ínyeken keresztül mennek Alzheimernél és a demenciánál föl az agyba, tehát ezen keresztül. Ezért ennyire fontos megfelelő fogkrémet használni. Tehát, és ugye nagyon-nagyon hogyan lehet, ugye nagyon sokan fognak szívelégtelenségben meghalni idén, és miért olyan fontos, hogy mit lehet tenni itt, ugye ebben is fogunk majd segíteni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy beteg leszel-e, hogyha ezt használod, nem. Tehát ez az utolsó, amit még egyszer így megbeszélünk. Tehát tudjátok, amikor leveszem a szemüvegemet, akkor komoly lesz a dolog. A hajamat is meg kell csinálnom, na mindegy. Tehát a legtöbb beteg, és hát világszerte, azt láthattuk tegnap, hogy amerikai futballban valaki kapott és lesérült, és utána meghalt szívelégtelenségben, egy héttel ezelőtt lett beoltva. Na jó, ugye, hogyha valaki gyorsan és hirtelen meghalnak, akik ugye egészségesek voltak, 90%-ban azt lehet mondani, hogy az emberek nem egészségesek, és nagyon sok aspektus azt mutatja, hogy problémáid van, amit nem lehet látni. Nincsenek tünetek erre. Tehát ami az előző két évben megtörtént, az a gyengeségek, amik az emberek testében fennálltak, azok most felszínre kerülnek. Sportolóknál ugyanúgy. De a sportolóknál például a sok edzés miatt van, hogy a szívedet is károsítod, vagy a szíved körül is, ha nem csinálod a megfelelő módon a regenerációt, akkor ennek ki vagy téve. Tehát egy
tényleg egy bombáról beszélünk itt. És hogyha valaki felgyorsítja ezt az időzítőt, és nem 70 évre válítja be, hanem 70 percre a környezeti hatások miatt, akkor csak hallod a tik-tik-tikket, és egyszer csak felrobban. Hallod az órát ketyegni, és utána vége. Tehát mit csinálunk mi? Megpróbáljuk az összes problémát felderíteni az öregedéstől függetlenül, és ezért igazából anyamétől egészen a sírig, tehát a éppen született babák ugyanannyira mérgezettek, mert sajnos társadalom, az egész társadalom annyira mérgezett, és ezért van olyan sok meddőség, és ezek a problémák, mert az anyukák annyira mérgezettek. És azok, akik nem halnak meg, azok kijönnek, megszületnek, mérgezettek, és akkor még megkapják a környezetből mindent, amit még vár rájuk, és ez a folyamat oda vezet, amit még nem lehet látni, és nem tudod, hogy mi a gyengeséged. És mi megadjuk azt a lehetőséget, hogy legyen egy olyan tapasztalatod, hogy amivel igazából ezt el tudod kerülni, és ez az a folyamat, amit ebben az előző két évben ugye már csináltuk, hogy ezeket kivezessük. És tudjátok, mert nálunk nincsenek meg ezek a gyengeségek, mi egy úgymond nagyságot csinálunk itt, és mi ezeket a méreganyagokat kivezetjük, és káros anyagokat, és utána a neurotranszmittereket beindítjuk, hogy a regenerációs folyamatok beinduljanak, annak érdekében, hogy olyan legyél, vagy az legyél, akinek lenned kellene. Tehát két választásod van. Vagy növekedsz, vagy egyre gyengébb leszel. Tehát nincs egy olyan közepes állapot, vagy jobb leszel, vagy rosszabb lesz. Tehát itt nagyon érdekes, lehet látni a növényekkel ezt összehasonlítani, vagy növekszel, vagy meghalsz. Vagy teszel valamit annak érdekében, hogy növekedjél, vagy jobb legyél, vagy fiatalabb legyél, vagy a halál közelébe kerülsz, és közelebb kerülsz a halálhoz. És nagyon sokan sajnos gyorsabban a halál közelébe fognak kerülni, mert a környezetünk egyszerűen úgy van már összerakva. Tehát nem nekem, mert én elmegyek Davosba, és kíváncsi vagyok, hogy miről fognak beszélni, nem tudom, hogy beengednek-e, de mi oda megyünk. Mert az egyik barátom azt mondta, hogy vagy oda jössz az asztalhoz, vagy te leszel a menün, és mit gondoltok? Én ott leszek az asztalnál mindenképpen, és egy pár választ fogok követelni egy pár embertől. De ha nem figyelsz oda, és nem figyelsz magadra, és nem gondoskodsz magadról és a családodról, akkor nem lesznek sokáig veled. És sokkal viccesebb közösen ünnepelni valakivel, mint valakit eltemetni. Ez nem hazugság. Ez volt az, amit tegnap ugye nem tudtam megtenni, ez összefoglalóm. Sajnos tegnap túl sok munkám volt. Nincs félelem, Martina, ezek csak tények. Mi nem akarunk senkit megijeszteni, ezek csak a tények. Nem szeretem, hogyha amivel tényleg lehet foglalkozni, és vannak azok olyan emberek, akik nem tudják pontosan megérteni, hogy mi történt és mi történik. Tudjátok, nekik is kell segítenünk, és az a probléma, hogy nagyon sokan nem figyelnek erre, és nagyon sok ezeknek az embereknek nagyon jó végzettség, meg ezt nem lehet megcsinálni. Tehát tudtuk már, hogy mi jön, és ez meg volt tervezve, és ezt véghez is vitték. Tehát sok sikert, osszátok
a dolgokat, ahogy doktorám is ezt csinálta, tehát mindenképp szakíts időt arra, hogy írd fel a céljaidat erre az évre, de a te céljaidnak nem csak magaddal kapcsolatban kell megfogalmazni célokat. Mennyi köszönetet szeretnél kapni idén a barátokról és az ismerősöktől, akik azt mondják, hogy megváltoztatod az életüket. És nem tudom mondani neked, ez fantasztikus, de ez csak akkor fogod hallani, hogyha továbbadod az információt az embereknek, megosztod velük az információt. Ez annyit kell tenned, hogy adatokat meg kell osztanod velük, hogy ezeket a dolgok mennyire fantasztikusak, mennyire jól működnek, sokkal jobban érzed magad, sokkal szexibben érzed magad, mert ha megnézed Rolandot és Birgitet és Alfredot, Alfrednek a hajával kell egy kicsit kezdeni, ez még valamit szerintem, de hogy egyszerűen ez annak a lehetősége, hogy kapjál visszajelzést, hogy azt mondják, hogy hát ez a cucc megváltoztatta az életemet. És ugye énekesekkel például már beszéltünk, hogy használd a Clean Slate-et 10-15 csepp, egy kis vízzel, és gurgulázzál, és fókuszálj arra, és nézd meg, hogy mi történik. Hogyha ismersz énekeseket, opera énekesek például, 4 oktáv, az egész jó, 5, az még jobb. Tehát próbáljátok különböző aspektusokra és útokra, módokra, hogy hogyan tudod mások életét megváltoztatni. Nincs egyetlen egy személy sem a világon, akire nem tudsz hatással lenni, és gondolj szervezetekre, hogy azok milyen hatással lehetnek másokra. És fantasztikus szervezetekkel dolgozunk együtt, melyek osztják a termékeket, és olyan sok pénzt is kerestek vele, és ezzel támogatták az egész szervezetet, és az egész közösség életét megváltoztatták. És ez a mi célunk is. Ó, Elizabeth, gyerünk! Irány, hajrá! Tehát, mint énekes, vagy mint énektanár, tényleg fantasztikus látni, hogy milyen gyorsan regenerál a hang, mennyire teljesítőképesebb, tehát a Zero In és Clean Slate itt tényleg fantasztikus, ez Clean Slate-er gurgulázni, egy pár Zero In szedni a fellépés előtt, ez fantasztikus. És Ursulának már meg is van, tehát tökéletes. Mehet. Hajrá. Tehát akkor hamarosan találkozunk. Boldog új évet. Szép estét mindenkinek. Ég Ausztráliában, nem is tudom milyen idő van ott, 18 órával előttünk, vagy 12, nem is tudom, egyszerűen hihetetlen. Nézzétek meg felvételről, Birgit, Tili megküld öleléseket, a héten megkapta a spa kezelését, majd küld a képeket. Imádja, amikor ilyen jól kezelik, úgyhogy, és nagyon szereti. Szóval, boldog új évet, és üdv az ausztráloknak, sziasztok, nagyon szeretlek titeket, és hamarosan találkozunk.